Köszöntöm kedves nézőinket, a Pilisi Szemlét látják. A Pilis TV közéleti és kulturális magazinját, Babicsek Bernát vagyok. Tavasz végén, nyár elején az egyik legjobb, amit tehetünk, hogy összegyűlünk és együtt töltjük az időt, természetesen kinn a szabadban. Erre az elmúlt időszakban volt is alkalom bőven itt a környéken. Néhány ilyen rendezvényről láthatnak beszámolót az eheti Pilisi Szemlében, mellette persze ajánlunk továbbiakat és híreket is mondunk. A tartalomból röviden. A múlt héten ülésezett Solymár képviselőtestülete. Egészségnapot tartottak Pilis Csabán. Amit még aznap gyermeknap követett. Idén is megrendezték a Pemik családi majálisát. Táncünnep Solymáron. Tartsanak velünk! Közmeghallgatást tart Pilis Szent Iván önkormányzata június 6-án pénteken este 6 órától, melyre szeretettel várják a lakosságot. Helyszín az általános iskola aulája. Május 28-án rendes ülést tartott Solymár Nagyközség önkormányzata. Az ülés a napirend előtti felszólalásokkal kezdődött. Takácsné Nagy Eszter képviselő bejelentette, hogy kilépett a Jobbikból, és mostantól független képviselőként vesz részt a testület munkájában. Szegi Krisztina képviselő pedig napirend előtt lemondott a Közcsat Kft. Felügyelőbizottsági tagságáról. Tárgyalta a testület a BKK-val kötendő finanszírozási megállapodást, az ülésre el is jöttek a cég képviselői. A tárgyalás apropóját az adta, hogy április elejétől a Volánbusz üzemeltetésében közlekednek a buszok az agglomerációs településeken. A BKK új finanszírozási megállapodást kíván kötni az önkormányzattal, amelyben körülbelül 400 ezer forintos havi díjemelést kérne. A képviselőtestület tárgyalta ugyan a napirendet, de döntés a nyílt ülésen nem született, az ülés után zárt ajtók mögött hozták meg a döntést. Tárgyalták a Dózsa-György út 6-os szám alatt lévő ingatlan ügyét. A testület tett egy vételi javaslatot ennek a háznak a megvásárlására, és ez ügyben tárgyalásokat folytattak az ingatlan tulajdonosaival. Végül 25 millió 700 ezer forintos vételárban sikerült megegyezniük, a jövőben a testület szándéka és az épület adottságai szerint tájházként funkcionál majd. Téma volt még ezen az ülésen többek között a település üzemeltetési Kft. Beszámolója, a kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítása, a környezetvédelmi rendelet és a Nemzetközi Gospel Fesztivál önkormányzati rendezvényé minősítése. Ez utóbbiról azt a határozatot hozta a testület, hogy egyelőre az idei 2014-es évre minősítik önkormányzati rendezvénynek a nagyszabású fesztivált. Az ülés közel 3 órán át tartott, majd a testületi munkát zárt ülésen folytatta a képviselőtestület. Egy napon tartották Pilis Csabán az egészségnapot és a gyermeknapot május 31-én. Mindkét rendezvény számos programmal várta az érdeklődőket. Az egészségnapon különböző előadásokat lehetett meghallgatni, és egészségügyi szűréseken vehettek részt az érdeklődők. A gyereknapon pedig színpadi produkciók, illetve játékok és vetélkedők várták a gyerekeket. Idén május 31-én szombaton rendezte meg Pilis Csaba Város Közalapítványa és a Városi Önkormányzat az egészségnapot. A rendezvény két helyszínen, a Clarissa házban és az Uradalmi ház környékén zajlott, már a délelőtti óráktól. Jövendő hagyomány, tehát igyekeztünk megteremteni azt, hogy Pilis Csaba lakosságának egy ingyenes és alapszűrésszerű, tehát vizsgálatot tudjunk megszervezni, amiért nem kell fizetniük, nem kell beutaló, az orvosok ugyanúgy regisztrálják, de tehát nem ebbe a körbe tartozik, ahol. Tehát gyakorlatilag az alapítvány igyekszik ingyen ezt a rendezvényt leszervezni. Na most persze az ingyen az nem ingyen, mert ugye támogatók segítségére minden esetben számíthatunk, úgyhogy leginkább a saláta, a hús és az egyéb különleges biotermékek esetében. Bármikor fordulunk egy-egy ilyen rendezvénynél, ami a közösséget szolgálja segítségért, mindig meg is kap. Az Uradalmi Ház udvarán különféle ingyenes egészségügyi szűréseken lehetett részt venni. A Clarissa házban pedig a test és a lélek egészségével kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők, dr. Buda Lászlótól, Balogh Bélától és dr. Káplár Évától. És az orvosi diagnózis, idézőjelbe teszem ezt a diagnózis, mert ez eredetileg azt jelenteni, hogy egy átható tudás valamiről, egy átlátása annak, hogy mi zajlik. Ugye, aki
aki az orvosi tanulmányokat végigcsinálja, könnyen lehet, hogy hozzám hasonlóan nagyon csalódott lesz a végén, amikor rájön, hogy semmit nem tudunk még mindig arról, hogy mitől betegszik meg valaki, csak azt tudjuk elég alaposan, hogy fizikailag hogyan írjuk le ezt a történetet. Az, hogy valakinek van egy mell daganata, erre rájönni, ez nem olyan nagy újság szerintem, hogyha van, ha vannak módszereink, amivel ezt megvizsgáljuk, de az, hogy ez mitől van igazán, arra nem lesz elég magyarázat, hogy attól van, hogy a, nem tudom én, az itt jelenlévő mirigyekben bizonyos sejtek elkezdtek máshogy működni. Ez egyszerűen nem magyarázat, szerintem. A három színvonalas előadáson tényleg nagyon sokan voltak. A majdnem telt házzal ment az egész, ami nagyon jó dolog. Ugye sokan ott voltak, tehát a délelőtti eseményeknél egy kicsit csodálkoztunk, hogy nem túl sokan vannak. Aztán kiderült, hogy miért. Ugye ott voltak az előadáson, utána jöttek, nagyon sokan jöttek át megnézni szűrővizsgálatokra, és hát persze bennünket is megnézni, és azért megkóstolni a dolgokat. Hát hirdettünk egy salátakészítő versenyt, de az nagyon nem jött be. Összesen ketten voltak olyan bátrak, hogy jöttek. Ők viszont most segítenek nekem, sőt éppen önállóan készítik a finom dolgokat. Ami nagyon lényeges, még ugye az alapítványnak tulajdonképpen ez az egyik fő feladata, ugye a közellátása olyan rendezvényekkel, amik színvonalasak, szépek, ezen kívül például a karácsonyi koncert, és hát azért több kisebb rendezvény is, ami csak szűkebb közönségnek, vagy éppen egy kellemes összejövetel. Viszont nagyon komoly feladatunk az újságnak a megjelentetése, ennek a felügyelete, ehhez szakember segítségét vesszük, illetve vettük igénybe. Ami még szintén kell hozzá, ugye hát a mindenhez a háború, szerelemhez, mindenhez a pénz, alapítványhoz is a pénz. Nagyközségi önkormányzat segít, azokon a szponzorokon kívül, akik tudnak nekünk még, tehát még van lehetőségük segíteni. Az egészségnappal egy napon szervezte meg a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ a gyermeknapot, szintén a Csaba kertben. A program a Kolompos Együttes koncertjével kezdődött, és egészen a kora esti órákig tartott, sok programmal, vetélkedővel és sporttal. Hagyomány, hogy ilyenkor május végén a Sojmári Pemű ZRT majálist rendez dolgozóinak és családjuknak. Az elmúlt hétvégén is szép számmal gyűltek össze a résztvevők a Pemű sportpályán, hogy együtt főzzenek, beszélgessenek, mulatozzanak. Az eseményről készült beszámolónk következik. Évről évre egy szép tavasz végi szombaton megtelik élettel a Sojmári sporttelep. A Pemű minden évben vendégül látja dolgozóit és családtagjaikat egy családi majális keretében. A rendezvényre idén, a tavasz utolsó napján, május 31-én került sor. Négy évvel ezelőtt, amikor útjára indítottuk ezt a rendezvényt, az volt a célunk, hogy a válságban a mindennapok kemény küzdelmei mellett legyen egy nap, amikor együtt örülünk, együtt szórakozunk és erőt merítünk a következő napok kemény munkájához. Az volt a célunk, hogy megismerjük egymás családjait, és a kollégákat is megismerhessék a családtagok.
akkor csak reménykedtünk abban, hogy hagyományt tudunk teremteni, és sikeres lesz ez a rendezvény. Ma már láthatjuk, hogy a PEMÜ-ben ennek a rendezvénynek nagy a népszerűsége. A programok napközben szabadtéren zajlottak. A gyerekeket Bohóc szórakoztatta, aki lufiból hajtogatott a kicsiknek szívecskét, virágot, kutyát, zsiráfot. De aki akarta, maga is egy-egy állatképét ölthette magára, az arcfestőknek köszönhetően. Az apróságok vég nélküli mozgásigényüket a gumiból és levegőből épült várban élhették ki. Nincs PEMÜ majális foci nélkül. Az üzem dolgozóiból alakult csapatok mérkőztek meg egymással a délután folyamán a műfüves pályán. És nem csak a férfiakra kell gondolni, mára a női focinak is hagyománya van a rendezvényen. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén 5 férfi és 3 női csapat vett részt a küzdelmekben. A női csapatok eredménye 3. lett Fehér Boszik csapata, 2. lett Kulreál Mariskák és a győztes Fürge Juventus csapata. A hölgyeknél Balovics Barbara nyerte a gólkirályi címet. A férfiaknál a 3. helyezett Autókül csapata lett 6 ponttal. 2. lett PEMÜ Pumái 7 ponttal. És a győztes, a favorit csapata 10 ponttal. A gólkirályi címbe első lett Pap Sándor. A nap vége felé a sportcsarnokban folytatódott az összejövetel. Kihirdették a foci mérkőzések eredményét, megköszönték a főzőcsapatok munkáját, és ekkor került sor 3 díj kiosztására is, amelyet az innovációban, illetve a szakmunkásképzésben végzett tevékenységükért adott át 3 munkatársnak, Hajdárné Molnár Elvira elnök, vezérigazgató. 2013 és 2014 év legnagyobb kihívása a Szelszám menedzsmentben volt. Új vevői elvárásként jelent meg, hogy a nagyértékű szerszámokat a termékgyártáshoz nekünk kell már legyártatnunk, és nekünk kell vállalnunk a felelősséget azért, hogy ezek a szerszámok a következő években jól működjenek és kitűnő termékeket gyártjanak. Ezért a 2014 évi innovációs díjat 2 olyan kollégánknak szeretném átadni, akik ebben a munkában kiváló teljesítményt nyújtottak. A 2014 év innovációs díjazottja Balog István, a műszaki műanyagokat fröccsöntő üzletág projektmenedzsere, aki sikeresen képviselte mindannyiunk a PEMÜ érdekeit Kínában és Japánban is. Szeretném megköszönni Gerencsér Antalnak, a szerszámüzem vezetőjének kiváló munkáját. Nem csak a saját dolgozóinknak a képzése, de a jövő generáció képzése is egy fontos célkitűzésünk volt. Ebben a munkában kiváló teljesítményt nyújtó kollégánknak szeretnék egy külön díjat átadni, a PEMÜ szakmunkás képzéséért díjat. Kérem Horváth János, a TMK üzem vezetőjét, vegye át a díjat! A vezérigazgató köszönetet mondott minden munkatársnak, amiért a válság nehéz éveiben is megértették, hogy csak közösen, együttműködve lehetnek sikeresek. Szintén hagyomány már, hogy ilyenkor a tanév vége felé táncünnepet rendeznek Sajmáron. Jó alkalom ez arra, hogy az általános iskola és a művészeti iskola növendékei különböző táncprodukciókban mutathatják meg, mit tanultak az elmúlt egy évben. Az eseményt idén május 30-án pénteken délután rendezték meg. A szülők és rokonok mellett stábunk is ott járt. A felvételt megnézhetik még a nyáron, most egy rövid ízelítő következik belőle. Ismét eltelt egy év. Folytatódik ez a hagyomány. A nemzetiségi táncoktatásban részesülő diákok és a művészeti alapoktatásban társas tánc tanszakon tanuló gyermekek a tanév végén egy tánc bemutató keretében adnak számot tudásukról. Ez a mai program a tanulók vizsga előadása és ünnepe egyben. A tánc
az egész személyiség megszólítására alkalmas. A mozdulatokban a test, a szellem, a lélek egyszerre összhangban működik. Nézzük! Tisztelt közönség, fogadják szeretettel műsorunkat! Kezdődjék a tánc, jó szórakozást kívánunk! Műsorunk első fellépőjeként a Cédrus Táncegyüttes iskolai csoportjának műsorát láthatjuk. Dunántúli ugrost mutatnak be. Betanította Tóth Piroska és Varga Lőrinc. Thank you.
Most pedig lássuk a programokat. Veres József ikonfestő kiállítása nyílik meg június 5-én csütörtökön 17 órakor Pilis Csabán a Clarissa házban. Köszöntőt mond Bálint Odett, az SGCK vezetője, a kiállítást megnyitja Száraz László plébános, zongorán közreműködik Geszler Zoltán. A kiállítás június 26-áig tekinthető meg munkanapokon 10 és 18 óra között. Június 6-án pénteken a Big Muff ad koncertet az Árt udvarban, Solymáron, a Művelődési Házban. Vendég Török Ádám és Jónás Éva. A koncert 21 órakor kezdődik, a belépés ingyenes. Pünköst hétvégéjén is számos program várja azokat, akik kikapcsolódnának a környéken. Pünkösdi bál lesz Pilisvörösváron a Művészetek Házában, a Német Nemzetiségi Fúvószenekar szervezésében június 7-én szombaton. A bál este 8-tól hajnali 3-ig tart, a belépő 1200 forint. Másnap, június 8-án, pünkösd vasárnap a Vörösvári Városi Könyvtár udvara ad helyet a Magyar Reneszánsz Együttes koncertjének, akik a magyar historikus zene dallamvilágát idézik meg. 19 órára várják a közönséget, a belépés díjtalan. Pilis Csaba város önkormányzata, a Bencés Diákszövetség Pilis Csabai szervezete és a Pilis Csabai Klotildiget Községszépítő és Természetvédő Egyesület június 8-án pünkösd vasárnap rendezi meg a 8. Klotild napot. A rendezvény 17 órakor kezdődik a Klotild szobornál. Ünnepi beszédet mond Csiki Gábor, az egyesület elnöke, és Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés elnöke. Itt kerül sor a Klotildi és a Klotildigetért díjak átadására is. Közreműködik a Perbáli Maklári József kórus. Idén ünnepli 20 éves jubileumát az Atempo koncertfúvós zenekar. Ez alkalomból ünnepi koncertet adnak június 9-én, pünköst hétfőjén 17 órakor a Pilisvörösvári Zeneiskola színház termében. Vendégük lesz a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyes kórus. A zenekar bált is szervez, a koncertet megelőző napon június 8-án vasárnap este 8 órától. Helyszín a Schiller Gimnázium aulája, zenél a Verisvárer Burschen, a Die Adlersteiner és a Mondschein Kapelle. Immár hagyomány, hogy a tanév végén megrendezik Vörösváron a város iskolásainak évvégi közös képzőművészeti kiállítását. Erre idén június 11-én szerdán kerül sor, 17 órakor a Művészetek Háza aulájában. Mindenkit szeretettel várnak. Little G. Weevil koncert lesz június 13-án pénteken este 8 órától Solymáron a Művelődési Házban. Előzenekar a Blues Night Long, a belépés díjtalan. Másnap, június 14-én szombaton 18 órától Jazz Weekendre várják a jazzkedvelő közönséget, szintén a Solymári Művelődési Házba. Az idei fesztivál szereplői a Kozma Orsi Kvártett, a Bágyi Balázs New Kvártett és a Jazz Szigor. A belépés ingyenes. A Prima Primissima díjas Fortissimo zenekar ad koncertet június 13-án pénteken este 7 órától Vörösváron a Művészetek Házában. A közönség hallhatja a régi és a közelmúlt felejthetetlen slágereit virtuóz komoly zenei dallamokkal, átiratokkal. A belépő 1200 forint, zenészeknek 800 forint. Immár 10. alkalommal rendezik meg a Rokka Villa körül elnevezésű rendezvényt Pilisszentivánon a sportpályán. A jubileumi kétnapos fesztivál június 13-án pénteken kezdődik, este 6:30 a The Rugó zenekar koncertjével. Őket az On the Bass, az Üllői úti Fák és a Frank Cafka követi. Másnap 14-én szombaton is folytatódnak a koncertek, 6:30 a Spiritusszal indul a buli, majd a Kalef és a Napfény Presszó lép színpadra. A koncertek sorát a Cemende zárja. A fesztiválra a belépés ingyenes. Ezzel azonban még nem fejeződnek be a szentiváni programok, hiszen június 20-án kezdetét veszi a hagyományos Pilisszentiváni napforduló fesztivál, mely 21-én a szokásokhoz híven a Kucmagréten folytatódik. A részletes programokról a következő hetekben bővebb tájékoztatást adunk majd itt a programajánlóban. A Summa Vitae Alapítvány értelmi sérültek lakóotthona nyílt napot tart június 22-én vasárnap. Délelőtti és délutáni programok várják az érdeklődőket,
akik bepillantást nyerhetnek az otthon és lakói életébe. Cím 2081 Pilis Csaba, Szent István út 54. Műsorunk véget ért, köszönjük figyelmüket! Híreinket és a programajánlatokat megtalálják honlapunkon is, a www.pilistelevizio.hu címen. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!